Azt mondod, hogy Maricsúly újra lát? Hát persze, Juan Miguel, nem tudtad? Maricsúly visszanyerte a látását. Ezt ki mondta neked? Omar. Omar elment hozzá, hogy őszintén megvallja neki az érzéseit, és azzal lepte meg, hogy fel alá sétált a szobájában. Én azt hittem, hogy értesültél róla, Maricsújnak nincs semmi baja. Ártatlan volt. A kislányunk ártatlan volt, és Jó, Patricio, elég, olyan könnyen. Olyan aljas voltam, a lányunk soha nem fog megbocsátani. És igaza is lesz. Nem, Patricio. Maria de Jesus megbocsát. Kegyetlen voltam, és durva. Elértem, hogy meggyűlöljön. Ne gondold ezt. A kislányunk képtelen lenne gyűlölni bárki. Engem igen, és teljes joggal. Szegény lányom. Megvetettem, és eltaszítottam. Patricio, légy szíves. Szeretnék meggyónni. Azonnal hívj egy papot, mielőtt meghalnék. Nem mondj ilyet, kérlek. Én meghalok, Cecilia, és szeretném, hogyha feloldoznának a vétkeim alól, és akkor legalább az úr meg fog bocsátani. És amikor megtudtam, hogy már nincsenek abban a lakásban, gondoltam, hogy idejöttek erre a környékre. De Candelaria, mi ez az őrültség? Hogy jutott eszükbe visszajönni erre a helyre? Nos, nem én döntöttem így. Maricsúly rögeszméje volt. Maga is tudja, hogy ha valamit abba a kemény fejébe vesz, nincs ember, aki kiverje onnan. Már is jön a kis Maricsúly. Itt vagyok, kislányom. Anselmo atya. Úgy örülök, hogy látom. Vagyis... legalábbis hallom. Jaj, óvatosan. Itt van egy kényelmes szék. Ez az. Úgy. Na hát, köszönöm, atyám. Ezek itt túl szorosan vannak. Halló? Tudnál nekem adni, kérem, Anselmo atyát? Itt Cecilia Velarde asszony. Jaj, Cecilia asszony, Corália beszél, aki az atyának szokott segíteni. Asszonyom, kérem, nekem sürgősen beszélnem kell az atyával. Jelenleg nem találja itt az atyát, de miben segíthetek? Tudja, az uramnak sajnos szívrohama volt. Meg is operálták, de azt mondja, hogy nagyon rosszul van. Nem akar meghalni, amíg nem gyónt meg papnak, és... kéri az utolsó kenetet. Hát látja, Anselmo atya, tessék, újra itt vagyok. He? Látja, hiába dobja fel a követ, ugyanoda esik vissza. És nézze, hiába dobtak el engem mindenhová, ismét visszaestem a kedvenc környékemre, és az a helyzet, hogy soha nem kellett volna itt hagynom, ugye, Kande? De hiszen van másik otthon, ahol szeretettel várnak. De hát mégis kifogadna be egy nyomorult vakot? A szüleid. Ők befogadnának, mert szeretnek téged, és... Hallja, mióta akar apám koldusokat látni? Mióta, he? Nem. Hiába tudta meg, hogy én a lánya vagyok, még csak meg sem csókolt. Egyetlen kedves szava sem volt hozzá, még csak meg sem paskolt. De hát... Nem, jó, túl későn szemoltja. Azt tudti, hogy egyetlen szavát sem hiszem már el. Jaj, elnézést kérek. Sajnos nagyon rossz hírt kell közölnöm az egész társasággal. Mi történt? Mi baj van? Hát csak az... A sekrestyében voltam Coráliával, amikor hívott Cecilia asszony, és közölte, hogy Velarde bíró úr, a férje ura, a halálámban. És azt szeretné, ha maga atya meggyontatná a halála előtt. Tessék! Dora, nem járt arra Maricsúly? Maricsúly? Nem, doktor úr, régóta nem fordult meg erre. De hát nem épp a kórházban fekszik ugyanott, ahol Patricio úr. Maricsúlyt már elengedték, elhagyta a kórházat, de nem tudom, hogy hol van. Nos, errefelé biztosan nem láttuk őt. Én ezt most nem értem. Mi történt vele? Elgázolt egy kocsi? Elütötték? Nem, vagy... nem baleset történt. Azt hiszem, hogy szívrohama volt szegény. Egy infarktus? Azaz. Pontosan így mondta Cecilia asszony a telefonban. Szegény nő. Nem reméli, hogy a férje meg fog maradni. Üdvözlégy, Mária, marasztal te, és áldott vagy te az asszonyok között. Mi van vele? Borzasztó rosszul van Juan Miguel. Felhívtam Anselmo atyát, hogy jöjjön ide Patricióhoz.
Annyira furdalja a lelkiismeret, és szeretné végre kijönteni a szívét. Annyira aggodalmaskodik. Azok után, hogy a fülébe jutott az a sok gonoszság, amiért felel Estefánia. És megértette, milyen igazságtalan volt Mária de Jesusszal. Most már, hogy tudjuk az igazságot, hogy mi történt annak idején, könnyen megérthetjük, hogy érezhette magát szegényke. Na jó, szerintem úgy lenne a legjobb, ha ők ketten beszélnének, és valahogy kibékülnének egymással, apa és lánya. Szépen kérem, Juan Miguel, lenne olyan kedves is, megkeresné őt, és idehozná? Nem, Cecilia, attól tartok, ez momentán lehetetlen. De miért? Nem akartam elmondani, hogy ne idegesítsem tovább, de Maricsújnak nyoma veszett. Szentséges Isten, hát ennyit érünk. Az a férfi olyan erősnek tűnt, keménynek, egészségesnek, és egyszerre most haldoklik valahol. Nos, a legrosszabb, hogy itt van a lánya. Tehát akkor szeretne meggyónni. Igen, Anselmo atya. Cecilia asszony azt kérte, hogy nagyon siessen oda. Nehogy a végén még elkésen. A végén még meghal az ura. Ja, Istenem. Maricsút hazaengedték, és elment innen Candelariával. Akkor magukkal vitték a kicsit is? Igen. Istenem. És én még csak be sem néztem hozzá Patricio miatt, nem is mentem át a szobájába. De Cecilia, szeretném megmutatni. Megtudtam, hogy Maricsúj már visszanyerte a látását. Komolyan? Na jó, de akkor most hová mehetett? Biztos azzal a fiatalemberrel, akivel meg akart esküdni. Nem, nem, annak már vége. Omar el akarja venni Blankát, és meglepetésemre Maricsúj elköltözött Amador Robles lakásáról is, ahol idáig lakott. Na és a házunk? Megkérdezte esetleg a mi házunk? Nem, oda sem ment. Beszéltem Dorával, és a kerületben sem látta senki. Hát akkor... akkor mégis hol lehet most, hol? Nem tudom, fogalmam sincs, de mindenképp kiderítem, hogy hol találom meg. Bocsásson meg, Cecilia. Haldoklik szegény! Haldoklik szegény! Haldoklik szegény! Cecilia asszony. Jaj, atyám, végre itt van. Amint átadták az üzenetet, ide rohantam. Parancsoljon, atyám. Igen. Maricsúj, hol lehetsz? Hol találok? Te meg mit keresel itt? Nem tartóztattak le? Drága kisfiam, annyira fáj most a szívem. Fikartnyit sem kellene érdekelnie. De az is igaz, hogy most ő nem a gonosz Velarde bíró. Most csak a nagyapád. Ő az én apám, Juanito. Ő az apám. És meg fog halni. Hamarosan meg fog halni. Ő az apám, Juanito. Az apám. És nem sokára meghal. Nem sokára meghal. Nem kellene vele lennem. Félre kéne tennem a fájdalmamat és a bánatomat. És rohannom kellene hozzá. De mégis mi értelme lenne, kisfiam? Mit kellene most tennem, Istenem? Mit?
Lehetséges, hogy volt mersze elmenni oda. Valószínű. Minden járőrkocsinak. 6-os közelítés. K3-as. Elengedtek, mert semmit sem tudtak rám bizonyítani, és beszélnem kell veled. És azt hiszed, hogy azok után, amit megtudtam rólad, még van kedvem fogadni téged? Komolyan döbbenetes a cinizmusod, hogy képes vagy idejönni. Figyelj, Juan Miguel, azt kell... Estefania, én is jelen voltam, amikor napfényre került, hogyan kínosztátok és gyötörtétek a nagynénéddel együtt szegény Marichuit. Nos, várd meg, amit mondanom kell. Még valami? Csináltatok valami újabb aljasságot? Patricio úr infarktust kapott, amikor felfogta, hogy hagyta magát megtéveszteni az aljas játékaitól. És te idejössz megvallani, hogy van még valami? Mondd csak, miért én? Miért pont nekem kellett elmondanod? Mert téged közvetlenül ér.